Jó estét kívánok, folytatódik a napi aktuális, nézzük a következő fél óra témáit. Újabb nemzeti konzultáció indul novemberben, és úgy tűnik, hogy fordulat jöhet az uniós pénzek területében. Nagy Attila Tibor és Nagy Ervin elemzőkkel beszélgetek a témákról. Aztán elhúzódó és nehéz háborúra számít az izraeli miniszterelnök, erről beszélt hétvégén egy interjúban. Breyer Péter közel-kelet szakértőt kérdezem arról, hogy mindenről hogyan vélekednek az országban élők. Kezdünk! És egyből kapcsolunk Izraelbe is, Yifat Zinerhez, hiszen, ahogy említettem, már jó estét kívánok. Ahogy említettem, már az izraeli miniszterelnök a lakosságnak is bejelentette, hogy egy hosszú, elhúzódó és egy nehéz háborúra számítanak. Hogy fogadták ezt a hírt? Hát az nem könnyű. Azt kell tudni, hogy itt Izraelben sok ember nem dolgozik. Például én ügyvéd vagyok, meg idegenvezetős, nincs turizmus, nincs. Sokan vannak otthon, kívülről áthoztak az embereket, az egész déli rész az országnak. 130 ezer ember átmentek a házukból, szállodákban, mindenhova. Ez nagyon nehéz, de tudjunk, hogy ez a helyzet az egy kötelező, ez nincs más, nem lehet más, nem lehet tovább így járni, hogy állandóan támadnak bennünket, állandóan bombáznak az embereket, kisgyerekek úgy alszanak, hogy tudják, hogy valamikor éjszaka közben fognak bombázni, és felebredni, és veszélyes nagyon, így nem lehet tovább. Több mint 20 éve, hogy így van, és szóval október 7-en események, azok már mutattak az egész világnak, hogy néz ki az élet, és ki mellett élünk, ki van a szomszédban, így nem lehet tovább. Hogy telnek most a mindennapjaik? Hogy telnek most a mindennapjaik, ez a folyamatos készültség, légiriadók? Ugye korábban is beszéltünk, hogy nem egyszerű most az utcára kimenni, nem egyszerű most egyáltalán a lakhatást, az élelmet megoldani, beszerezni. Igen, az, mondom, az nem könnyű. Én a saját családomban volt egy nagyon-nagyon rossz esemény, hogy a nővéremnek a lánya gyilkolták ottan a nagy fesztiválban, és csak múlt héten befejeződött a gyász, és lassan-lassan újból kezdeni élni. Hát nem könnyű kimenni az utcára, az emberek nem mennek, vannak sok-sok üzletek, ami ben vannak zárva, és az nem, mondjuk az nem könnyű. Tehát muszáj, hogy az egész világ kell érteni, hogy ez az a helyzet, az valami, ami nem akartunk. Mi nem akartunk. Az ránk jött terroristák alapján, és muszáj támadni. Ez nem a mi háborunk, hanem az egész nyugat világ nevében harcolunk most. Sok erőt kívánok a jövőre nézve. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Köszönöm. Mi pedig folytatjuk akkor a témát. Itt van már velem Breyer Péter, közel-kelet szakértő, illetve a Heti Televízió tulajdonosa. Jó estét kívánok, üdvözlöm. Kezdi csokolom, jó estét, üdvözlöm a kedves nézőket. Roberti Kesteltől már kaptunk friss információkat, miszerint egy fiatal katonahölgyet kiszabadítottak a fogságból. Vannak-e azóta, ön folyamatosan nézi a híreket, hogy mi történik a térségben? A kora reggeli órákban érkezett a Hamasztól egy film. Ez a pszichológiai háborúnak a része, amiben három eredetileg Oroszországból bevándorolt, részben már ott született polgárok ott vannak a Hamasz fogságában, és őket interjúvolták meg. Mint említettem, ez a pszichológiai háború része, de ez nem csak egy pszichológiai háború, hisz úgy északon, mint lent Gázában a háború tovább folytatódik.
Több mint 1450 halottja van a fekete szombat reggeli támadásnak, és ami nagyon érdekes, amit a ma reggeli lapok hoztak, illetve a Idiotaklonod az egyik legnépszerűbb újság címlapján hozott, hogy 2016-ban az akkori honvédelmi miniszter, akit úgy hívnak, hogy Avigdor Lieberman, aki most az ellenzék egyik vezető politikusa, akit kijátszottak a koalíció, úgy volt, hogy csatlakozik a háborús koalícióhoz, de nem csatlakozott végül is. Ő akkor az akkori miniszterelnöknek az asztalára letette egy szigorúan bizalmas levelet, amiben megírta, hogy mire készül a Hamasz, ugyanezen a gázai térségben, és véletlenül ki volt akkor a miniszterelnök? Benjamin Netanyahu, aki nem vette figyelembe ezt. Ez 2016-ban történt. Most Lieberman nem csatlakozott, tehát belpolitikailag azért nem olyan egyszerű a helyzet, és mint a hölgy az előbb Ifrát nyilatkozta, hát a helyzet, kezdjük előbb, Netanyahu tegnapi sajtótájékoztatott, 23 nap után először nyilvánosan azért, hogy bebizonyítsa, hogy a koalíció rendben van, és Gánccal és a honvédelmi miniszterrel együtt tartott egy sajtótájékoztatót, és első alkalom volt, hogy helyi újságírók kérdéseire válaszolt. Majd ennek ma reggelre az lett a következménye, hogy éjjel egy órakor, akkor, amikor a Shabak vezetője éppen Katár felé repült, akkor egy támadást intézett a saját biztonsági szolgálata ellen egy SMS-be, amit persze később kitörölt és bocsánatot kért. A mostani nyilatkozata ezelőtt egy órával, amikor is angolul külföldi tudósítóknak nyilatkozott, azt mondta, hogy győzni fogunk, mert a Hamász egy dolgot tehet, vagy feltett kézzel kivonul és megadja magát, vagy ott a bunkerokba fogják a halálútól érni őket. A szárazföldi támadás megkezdődött, de még mindig beljebb mennek, megoldanak valamit, és utána kijebb jönnek. Nagyon ez még nem az az erőteljes offenzíva, amit korábban teljes lehet, offenzíva van, de a 380 ezer katona, aki tartalékos szolgálaton van benn, együtt a, persze ennek még a háromszorosa áll a hadsereg rendelkezésére, azok készenlétben vannak, gyakorlatoztak, időt nyertek, és mindent megpróbálnak, hogy egy műtéti beavatkozás, hogy ha lehető legkevesebb palesztin áldozata legyen ennek az offenzívának, ami nem offenzíva, hanem egy háború, de ez még csak a kezdete. Még nem tudni, hogy Nasrallah, aki most elkötelezett a libanoni belpolitikába, és itt a koalíciós tárgyalások sem olyan egyszerűek, szerintem ő maga sem tudja, hogy a támadást igazából megindítják-e éjszakon, vagy csak tovább pittingelnek egy-egy lövéssel, aminek azért már halálos áldozata is van, és nem tudni, hogy az ajatolák Iránba hogy döntenek. Ezek a kormányellenes tüntetések, amelyek az elmúlt napokban voltak, történtek, azok mennyire gyengíthetik a társadalmi támogatottságát ennek a háborúnak? Nagyon nagy árat fizet az izraeli társadalom emiatt a fekete október 7-én, és ettől egy nemzeti összefogás lett. De előtte 37 héten keresztül 500 és 700 ezer tüntető volt. Most a tüntetők azok a család elrabolt embereknek a családjai voltak, akik így kényszerítették ki, hogy végre, hogyha az amerikai elnök tudott másfél órán Zoomon beszélgetni velük, akkor az izraelieknek ez egy meglepetés volt, ez egy presztízsveszteség volt, és össze kellett, hogy kapják magukat, és pedig nagyon nagy gyakorlatuk van az elesetteknek, a tuszulejteteknek, a családtagjaival, most végre fölvették a kapcsolatot, és a tüntetésnek következményében másfél órán belül az izraeli miniszterelnök is fogadta őket, és azóta egy dialógus van a családok között. Az emberek nagyon örülnek, de még mindig 238, 9 hónapos gyerektől az aggasztjáni 95 évesek is a tuszok között vannak, és a Hamász ebben a pszichológiai háborúban egyre nagyobb nyomás alatt van, hisz a nemzetközi helyzet miatt is, mert nem mindenki van az ő pártjukon, igaz, meg kell, hogy említsük egy ilyen rövid beszélgetésre, hogy 14 nemzet volt képes, köztük az Amerika Egyesült Államok és Magyarország, aki a ZENSZ-be elítélte, és nem Izraelt, hanem ezt a terrortámadást. Az Európai Unió tagállamai is, akik egymásnak adták a kilincset, és ellátogattak Izraelben, képesek voltak az ENSZ-be másképp szavazni. Tehát ez a kétarcúság, ez most már annyira visszaköszön, és amikor emberéletekről van szó,
akkor meg kéne nézni, hogy az a pénz, amit az Európai Unió támogatja a terrort, és tudniuk kell, hogy mire, illetve ha valakinek pénzt adok, akkor ellenőrzöm, mint ahogy minket is ellenőriznek, ha egy pályázaton nyerünk, hogy hogy számolunk el vele, akkor azokkal a milliárdokkal, amit az Európai Unió odaadott a Hamasznak. Azokkal mi van? Azokkal mi van, és ebben a stúdióban már sokat beszéltünk a nem lefektetett vízcsövekről, amikből rakéták lettek, és ugyanakkor látjuk, ugyan nem kérdezte, de szeretném pontosan két mondatba elmondani, ami történt tegnap Dagisztánban, tulajdonképpen Oroszországnak a szerves részében, hogy egy repülőtéren lincs hangulattá vált, és föl a helyi rendőrök autóját fölborították. Ez megengedhetetlen, és nagyon érdekes, hogy az orosz nagykövetet behívatták Jeruzsálembe a külügybe, viszont a török nagykövetet a tegnapi Erdoğan megszólalás, vagy tegnap előtti Erdoğan megszólalás után még nem. Tehát az várható szerintem, hogy Egyiptom és Katár mellett Erdoğan beszéde vagy nem beszéde, mégis elképzelhető, hogy egy török közvetítő vonal is ki fog alakulni. Azt már Robert Sikesztelnek is említettem, de tényleg csak egy rövid gondolatig, ugye Biden beszélt Netanyahuval, és azt mondta, hogy a humanitárius joggal összhangban kell megtenni a választ, csapást, a válaszmérést a Hamászra, illetve a gázai övezetben. Mennyire befolyásoló tényező az, amit ő mond ebben a kérdésben? Ő szeretne továbbra is miniszterelnök lenni. 1973-ban a Jankiperi háború után az Ágránát Bizottság, az állami bizottság elítélte a kormány tagjait, és ugyan a választásokat Golda Meir megnyerte, de 3 hónappal a választások után le kellett mondani. Netanyahu, akit én egy nagyon szimpatikus embernek tartok, nagyon sokszor dolgoztam már vele együtt, de én úgy érzem, hogy ő neki a politikai karrierje, és erre azt válaszolta ezen a bizonyos sajtótájékoztatón is, hogy mindenkinek el kell számolnia, hogy milyen hibát követett el, és ebbe saját magát is beleérti. Nekem jelen pillanatban úgy tűnik, hogy ő már egy lépéssel előbbre van, de én azt szeretném, hogyha azt tudnánk, hogy Gázában milyen lépés következik, azután, amikor sikerül a Hamasznak a terrorszervezetet, a népről akkor is kell gondoskodni, akkor is kell, hogy vízük legyen, akkor is valaki el kell, hogy vigye a szemetet, mint már annyiszor mondtam. Tehát a közigazgatás, és nem vagyok meggyőződve arról, hogy a palesztin nemzeti hatóság igen idős, meg nem választott, régen megválasztott vezetője Abu Mazen erre képes, hisz az autonómia területén sem tud rendet tartani. Breyer Péter, köszönöm szépen, hogy köszönöm a lehetőséget.